1952. szeptember 1-én volt az első tanévnyitó az Ócsai iskolában egy fiú és külön egy lány osztálynak. Az eltelt 4 év után 21 fiú és 25 lány érettségizett elsőként a Bolyai gimnáziumban. Közülük többen lettek orvosok, volt köztük, aki szanatóriumi igazgató, sebészeti osztályvezető, gyermek és egyéb szakorvos lett. Most a 60 éves érettségi találkozón összesen 17-en vettek részt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ezt a 60. érettségi találkozót itt megtartják a volt növendékek. 1952-es alapítású gimnáziumról van szó, és ők 1956-ban érettségiztek fiú- és lányosztályként, és én voltam már korábban érettségi találkozójukon, ami azt jelenti, hogy nagyon jó közösség voltak, és maradtak is azóta, és rendszeresen visszatérnek hozzánk, megtiszteltetés számunkra. Mit mesélnek a volt diákok, mennyire volt más az az időszak, mint mondjuk most, amit a diákok megélnek az iskolában? Ez a gimnázium körülbelül 140-150 fővel indult, ma már 477 diákunk van. Egyetlen egy épületszárny létezett az, amelyet önök láthatnak, és ehhez egy nagy beruházás folyamán még 2 épületszárny épült. Jobban ismerték talán egymást a diákok, kisebbek voltak a közösségek, de büszkén mondhatom azt is, hogy ma is nagyon szeretnek ide járni a diákok, és rendszeresen visszatérnek találkozókra. A volt diákjaink gyermekei, vagy éppen unokái, vagy már dédunokái közül nagyon sokan ennek az iskolának a növendékei lettek, és én személy szerint is ismerek olyan családot, ahol mindenki, apuka, anyuka és a gyerkőcök ennek a gimnáziumnak a diákjai voltak, tehát adják tovább az iskola jó hírnevét, őrizzük a hagyományokat. A találkozó kezdetén Porpáci István igazgató úr emléktábláját koszorúzták meg az osztály nevében, majd lelepleztek egy új plakettet is. Felavatását követően Juhász Sándor az iskola volt diákja egy alkalomhoz illő verset szavalt el. Avatóvers. Öreg fiúk. A régi iskolában álljunk meg csendben ez emlék előtt. Idézve eltűnt arcokat, merengőn járjon be lelkünk távol temetőt. Ó, emlékezzünk az elment fiúkra, kik innen együtt indultak velünk, de ők a korasír ölébe hultak, hogy megmaradjon a mi életünk. Öreg fiúk, zárjuk szívünkbe őket, és a zászlót, mely kezükből forva hult, emeljük újfent, tündöklő magasra, legyen jövőnk szép, mint a drága múlt. Megkoszorúzták az újonnan felavatott emléktáblát, és mindenki egy szár rózsával tisztelgett a múlt előtt. Szabó János, a fiú osztály ma is élő tagja, mindig nagy szeretettel írt verseket, így ezen a találkozón is meglette társait egy költeménnyel. 56 óta Angliába élek, és kérdezik, hogy akkor mi ez? Hol van az otthonod? Otthonom Anglia, de hazám az Magyarország. Tehát teljes kettőség. Át kell állni, hogy erre vagy arra. Ezért említettem meg, hogy szívesen sírni, de emberek nem kinevessenek. Minden 5. évben találkoznak. Jó ilyenkor újra látni a régi barátokat? Nagyon. A borzasztó, hogy kevesebben és kevesebben vagyunk. Eddig mi jártunk esküvőkre, keresztelőkre, és most bizony temetésekre jövünk. De minden nap jó, ha találok valakit, akivel régen, és visszaemlékezni a legkisebb dolgokra is, és mosolyogjuk, mert arra emlékszünk, hogy milyen buták voltunk, és milyen hülyén viselkedtünk, de ez a fiatalság. Voltak csintevések? Nem is tudom elmondani, hogy ne. Orosz órán a tanárunk, szegény, az nem volt igazi tanár, tehát akkor tudtuk írni a szerelmes leveleket, amit 10 percben itt tartottunk, és fogadásból, hogy ki tudja kidobni valakinek a cipőt az ablakon, amíg a tanár úr észrevegye. És ezek mind mentek egytől egyiként. Igazi tanárunk érdekesség az volt, az első év, első napján, az első órán bejött, és azt mondta, tanulnunk kell, mert nyakunkon az érettségi. És ezt elmondta 4 éven keresztül, minden nap. Gál Piroskát anno büntetésből vallásossága miatt helyezték ide Budapestről. Eredetileg csak 1 évet maradt volna az Ócsai gimnáziumban, de megkedvelte osztálytársait, és végül 4 év után itt érettségizett le. Beléptünk a
a részünkre új kapun. Teljesen az az érzésem volt, mint a hazajöttem volna, méghozzá egy nagyon elegáns, gondozott, otthonos hajlékba. Meghatódás nélkül nem lehet kibírni. Első dolgom volt természetesen, hogy fölmenjek a Nádor toronyba, onnan körbe néztem, megvannak a templomok, megvannak a, és a fantasztikus egyenes utcák, mintha Párizs központjában lennék, persze egy némi túlzással, mindez ahhoz viszonyítva, hogy amikor mi itt éltünk, léteztünk, akkor ez egy homoktenger volt, és hát nagyon szolíd és szerény körülmények között, majdnem szegényesen, de azért nagyon-nagyon sok emléket hordozó éveket éltünk itt meg. És aztán a végén annyira jól éreztem itt magam, és annyira megkedveltem, és talán engem is, hogy itt érettségiztem. És az osztálytársak is nagyon aranyosak, kedvesek voltak, közvetlenek. Egyszerű volt az egész életünk, nagyon-nagyon emlékezetes legalábbis a részemre, és hát azóta az összes találkozóra, hát ahogy tudunk, mindannyian jövünk, hát sajnos már egy páran elmentek, itt hagytak bennünket, most történetesen a Végirén, aki hát az osztály csillaga volt, hogy úgy mondjam, esztétikailag is, meg lelkileg is, és hát lassacskán mindannyian elmegyünk, de ezt leszámítva azért, ha Ócsáról van szó, még a keresztrejtvényben is, Ócsa, ha megfejtem, akkor szívdobogást kapok, és nagy örömmel gondolok erre a helyre. Az osztály minden élő tagja számára készítettek egy szár rózsát fehér szalaggal megkötve, melyre felírták nevüket, és külön vázába elhelyezték az újonnan felavatott tábla alatt. A virágok elhervadása után a szalagokat egy csokorba kötik, és a babérkoszorú mellé teszik majd.